Arra születtem, hogy a határaimat feszegessem, és olykor átlépjem őket, hogy magam alakítsam a sorsomat, megélve minden egyes pillanatát, hogy ne hagyjak elmenni magam mellett lehetőségeket, hogy tartozzak valahová, mégis független, szabad személyiség legyek, hogy csalódjak, veszítsek, nyerjek, szeressek, és hogy tudjak, akarjak, merjek, próbáljak. Mert ha nem próbálom meg, életem végéig kísérteni fog az a bizonyos mi lett volna, ha kérdés, amit a világon a legjobban utálok. Én nagyon fiatalon, 5-6 éves fejjel vettem egy gondolatot a fejembe, ez pontosan ugyanez volt, hogy mi lenne, ha. Az volt a gondolatom, hogy mi lenne, ha cigányként egy olyan dolgot érnék el, amit még Magyarországon nem. Lehet, hogy egy picit nagyképűen hangzik, de nem, ez egy hatalmas nagy álom volt. És azt szerettem volna elérni, mert ugye én ott a cigánytelepen nem láttam csak egyszerűen negatív példákat. Mindenki mély szegénységet, munkanélküliséget, nyomort, szenvedést, de mondjuk annak ellenére mégis boldogok voltak az emberek. Én szerettem volna azt, hogyha elérnék egy olyan dolgot, amivel úgymond a többségi társadalom, vagy a többi ember azt gondolná, hogy a cigányok nem csak bűnözők, illetve a cigányok között nem csak rossz emberek vannak. Ugye, hogy miért is fontos ezt hangsúlyozni, és miért szoktam elmondani, hogyha azt veszük, körülbelül közel 1 millió cigány lakos él Magyarországon, ennek kevesebb, mint a 60%-ának van meg az elemi iskolája, azaz az általános iskolája. És ugye, hogy néz ki a magyarországi mai képzés, általános iskola, középiskola, felsőfokú szakképzés, főiskola vagy egyetem, és utána van a doktori képzés, ugye ez a Magyarországon szerezhető legmagasabb fokozat. És ugye kevesebb, mint 1% az 1 millióból, ha csinálunk egy felszámolást, ez nagyon kevés, az, aki bejut az egyetemre, és még kevesebb, aki elvégzi, és körülbelül, hát kevesebb, mint 0,5%-ra becsülik azt, aki bejut mondjuk a doktori képzésre, mint én is. Ezek rendkívül rossz arányok, és tényleg azt szerettem volna, hogyha példakép lehetnék mondjuk a családomnak, a szüleimnek, a városnak, vagy akár az egész országnak. Szóval innen indultam el, és van itt egy videó, de azt majd a végére szeretném hagyni, hogy képben is látható legyen, hogy én hol dolgozok és mit csinálok. Szóval ebből a gondolatból indultam el, és rájöttem arra, hogy a tanulás az egyetlen úgymond olyan dolog, amivel ki lehet szakadni a telepről, és elindultam a hosszú úton. Ugye az általános iskolámat elvégeztem Karcagon, végig kitűnő tanulmányi eredménnyel, majd Karcagról elkerültem 400 kilométerrel odébb Pécsre, a Gandhi gimnáziumban, ami egy speciális cigányiskola volt. És viszont akkoriban nagyon, nagyon megromlott az anyagi helyzetünk, illetve a szüleim is elváltak, így kényszeredetten haza kellett mennem Karcagra, abba a középiskolába, ahova már a fiatalabbik nővérem is beiratkozott, illetve ő is ott végezte el az érettségét. Ugye hazakerülve Karcagra, ugye én képzőművészetekkel, illetve jogi pályával szerettem volna foglalkozni. A gyereknek nagyon, nagyon dühített az, hogy nagyon sok esetben mondjuk a cigányságot érő ítéletek nagy része nem volt helyes, illetve a jogorvoslatok is sok helyen inogtak, és én azt szerettem volna, hogy tényleg egy önkéntes alapon létrehozni egy ügyvédi irodát akár, és ilyen ügyekkel foglalkozni. Aztán a Jóisten nem így akarta. Ugye átkerülve a középiskolámba, ott megismerkedtem elsősorban az osztályfőnököm Futó Lajos, aki tényleg édesapám volt édesapám helyett, illetve Kolostyákné Zsuzsa néni, a biológia tanárnőm, aki pedig édesanyám volt édesanyám helyett is, tényleg ott szó szerint ők neveltek férfivel. És ott amikor átkerültem, volt a középiskola váltás, nekem ez egy óriási törés volt az életemben. És akkor Zsuzsa nénivel bejutunk az első biológia órára, én a legelső pacsorba ültem, mert ugye nem ismertem senkit az osztályba, elég furcsa közeg volt, és pont évismétlés volt, akkor Zsuzsa néni folyamatosan kérdezett a biológiával kapcsolatban, hogy a biológia nem volt a kedvenc tárgyam soha, de mindenből kitűnő voltam általános és középiskolában is.
És tudtam, mindig kényszeredetten kellett válaszolnom, mert mindig rám nézett, senki nem tudta a választ. És a végén leszólított, hogy Józsi, maradj már itt óra végén. Én azt hittem, hogy valami rosszat tettem, vagy rosszat csináltam. Aztán kiderült, hogy szeretné, hogyha egy kicsit magasabb fokon foglalkoznék a biológiával. Ez azt jelenti, hogy az évvégi ötös jegyem az biztosított volt. Persze, hogy elvállaltam, nem kellett nagy erőbefektetést belefektetnem azokba az anyagokba, amit el kellett egy-egy versenyre sajátítanom. Elég szép eredményeket értem el, de a biológiának abban a részében, ami tőlem egészen távol áll, ez a növényállat és humán biológia egészen távol áll tőlem, így nem is éreztem magam benne otthon. Az igazi fordulópont akkor jött, amikor 2005-2006 derekán elkezdtem foglalkozni van a tudományos diákkörök országos konferenciája, ahol a különböző pályamunkákat lehet már középiskolásként beadni. Ez körülbelül úgy kell elképzelni, mint az egyetemeken egy mini szakdolgozat, vagy egy diplomamunka. És egy ilyen több téma is volt, és az egyik téma az nagyon megfogott, ez a drogkutatás és a drogprevenció volt. Ugye kézenfekvő volt, adott volt ott a 2004-es, 2005-ös években már azért elég szépen berobbant hazánkban is, főleg a dizájnjel drogok, illetve a parti drogok, illetve a marihuána is. És így kézenfekvő volt, hogy szinte a fiatalok döntő hányad ott a környékemen, ő aktív felhasználója volt, és én kíváncsi voltam, hogy ilyenkor mi játszódik le az emberek agyába. Így raktunk össze egy úgymond tudományos pályamunkát. De ugye nagyon széles volt a spaletta, de nekünk arra kellett fókuszálni, ami a legelterjedtebb volt, ez pedig a cannabis sativa, ugye a marihuána, és ennek az idegillettani hatásmechanizmusával kezdtem el foglalkozni 16-17 évesen, és ebből csináltam egy pályamunkát, és elmentem erre a versenyre. Én úgy indultam el, hogy győztes vagyok, mert összeraktam egy olyan dolgozatot, meg egy olyan dolgot értem el ezáltal a két év alatt, mert rengeteg erő, energia befektetés volt, rengeteg áldozattal járt, és összeraktam ezt a dolgozatot, elmentem a versenyre, már a regionális fordulón, csodával határos módon tovább jutottam, bekerültem az országos szekcióba is, vagyis az országos fordulóba, és ott az élettudományi szekcióba elhoztam a legnagyobb díjat. Tényleg úgy mentem oda, hogy semmi esélyem nincs, de mégis Isten azt akarta, hogy én ott legyek akkor, és megnyerjem a versenyt, mert ez állított engem pályára. Így volt az, hogy beadtam a jelentkezésemet a jogi karra is, végül csodálatos módon, mert a pluszpontomat, amit a versenyből kaptam, nem számították be még akkor, 2006-ban. Így pont ezzel a pluszponttal csúsztam le róla, és így kerültem be a Debreceni Egyetem Természettudományi Karának biológia szakára. Ott elvégeztem az alapképzést, így lettem alapokleveles biológus. Majd gondolkoztam, hogy mi legyek, hova tovább, és mindenféleképpen szerettem volna folytatni. És nagyon érdekeltek a betegségek, nagyon érdekeltek főleg azok a betegségek, amik nagyon ritka eredetűek, vagy pedig gyógyíthatatlanok. Itt genetikai betegségekről beszélek főként, és így adott volt, hogy a szakirányom az genetika legyen, így lettem molekuláris genetikus. Amikor elvégeztem az egyetemet, akkor gondolkoztam, hogy hova tovább, hogy menjek ki külföldre, kezdjek el dolgozni, hogy az egzisztenciát megteremteni kint kutatóként sokkal egyszerűbb, mint hazákban. Tényleg 5-10-szeres különbségek vannak a fizetésben sajnos. De aztán mégis úgy gondoltam, hogy szeretném tovább fokozni, és ugye egy nap majd én is szeretnék akár egy saját kutatócsoportot is vezetni, viszont ehhez kell egy doktori fokozatot szereznem. Így jelentkeztem a molekuláris sejt és immunbiológiai doktori iskolába Debrecenbe, és most már igazából végzős hallgató vagyok, mondhatom ezt, tudományos doktorjelölt vagyok a doktori iskolában. És az elkövetkezendő rövid 10-15 percben szeretném azt úgymond az eddigi publikált, vannak olyan részek, amiről nem beszéltek még, mert a publikáció alatt állnak, de az eddig publikált eleményemét fogom bemutatni. És akkor, hogy miért is az a címe az előadásnak, hogy ha egy sejt megkergül. Igazából szerintem mindenki valamilyen formában találkozott már a rákkal. De mit is jelent a rák? Ugye a rák, azt nem úgy kell elképzelni, nagyon sokan úgy gondolják, hogy egy külső, akár az ülvilágból jövő valami, ami megfertőz minket, és akkor kialakul a rák. Ez nem teljesen így van. A rák az a saját sejtünknek a megváltozott működése, ami azt jelenti, ugye, hogy
Egy átlag emberi élethossz az kb. 60-70 év. Fizikailag lehetetlen lenne, hogy egy sejt 60-70 évig éljen. Szóval van egy olyan folyamat a szervezetünkben, ami szépen mindig adott időközönként reprodukálja, újraéleszti ezeket a sejteket, vagy mondhatom azt, hogy megújítja. Ugye ez a sejtosztódásnak a folyamata. És a sejtosztódás folyamata során lép fel egy olyan végzetes hiba, amit a szervezet nem tud kijavítani. Maga a rák az a kontrollálatlan sejtszaporodás, illetve képes arra is, hogy invazív módon növekedjen, és akár a szövetek vagy a szövetek közül is kijönve, akár kitapadjon máshol, és metasztatikus vagy áttétes sejtszaporulatokat is képezzen. Ugye a sejtciklust azt úgy kell elképzelni, hogy vannak fő pontjai, és egy körfolyamatként éljük meg, onnan bemegy, és minden egyes folyamatnál ezt úgy kell elképzelni, mintha két város között mennénk, és mindig állna ott egy rendőr, aki leellenőrizné, hogy megvan-e a forgalmi engedélyünk, megvan-e a jogosítványunk, és mondjuk nem ittunk-e. És ha azt találja az ellenőrző pont, esetünkben a rendőr, hogy minden rendben, akkor mehet tovább. Ugye a sejtciklusnak a különböző fázisában különböző ellenőrző pontok vannak, és ha minden rendben van, akkor megy tovább, és egy egészséges sejt jön létre. Most gondoljuk el, nekem például egy baleset során levágtam a bal hüvelykujjamból egy darabot. Hogyha a jobb kezemet, ami épp egészséges, beteszem egy fénymásolóba, lefénymásolom, akkor kijön egy ugyanolyan 100%-ig pontos, egészséges fénymásolat, de mivel a kezem nem 100%-os, ha beteszem a fénymásolóba, ugye kijön, de az nem 100%-os. Ugyanígy kell elképzelni, hogy a rákos sejtek képesek ezeket az ellenőrző pontokat úgymond kikerülni, vagy kicsúszni alóluk. Ezt tényleg úgy kell elképzelni, mint aki jogosítvány nélkül kezd el vezetni, és mondjuk nem kapják el a rendőrök. Ebből kiindulva jön létre a rák. Fejlődő országokban, főként tényleg Nyugat-Európában úgy tekintenek a rákra, mint a második leggyakoribb betegség, ugye a szív- és érrendszeri problémák előzik meg. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy 20% esélyünk van arra, hogy rákos megbetegedésben fogunk meghalni. És egy kicsit rátérve arra, hogy miért is a szájüregi daganatok, tegye fel a kezét, aki tudja, hogy mondjuk Európában első helyen állunk, mind a halálozás, mind pedig az új páciensek kialakulásában, a szájüregi daganatok viszonyában. Most senki nem tudta volna, én sem tudtam korábban. A leggyakoribb, az ötödik leggyakoribb betegség Magyarországon, tényleg olyan betegségeket előz meg, amire nem is gondoltunk volna. És 2013-ban, amikor én beadtam a jelentkezésemet a PHD-ra, akkor ugye kerestem, és mint korábban mondtam, hogy mindenféleképpen genetikai betegséggel szerettem volna foglalkozni. Így adott volt, hogy a tanszékünkön, ahol már korábban biológusként aktívan dolgoztam, mert végig dolgoztam az egyetem mellett, ez a mesterképzésem alatt, akkor indult el a Debreceni Egyetem fogászati tanszékével, egy kollaborációban, ez azt jelenti, hogy közös munkában. És a kutatásunk célja az lenne, hogy igazából egy sima nyálmintavétellel egy sokkal korábbi stádiumban kimutatható legyenek, mondjuk a szájüregi daganatok. Honnan is indult ez az egész, azt később el fogom mondani, de nem tudom, hogy mennyire látszanak ott a feliratok, akkor nagyjából elmondom, hogy miért is veszélyes ez a rák típus. Azért, mert az 5 éves túlélési arány az kevesebb, mint 50%. Ez egy nagyon-nagyon borzasztóan rossz arány. Hogy miért is van ez? Ugye a páciensek nagyon későn mennek el a fogorvoshoz. Tegye fel a kezét, aki szeret fogorvoshoz vagy szájsebészhez járni. Na, senki nem szeret. Nyilván ez a probléma, hogy amikor már valakinél fellép egy erőteljes fájdalom, még lehet, hogy akkor sem megy el, húzza, ameddig már tényleg az őrület határán táncol, és akkor bemegy az orvoshoz. Ugye a daganatoknak 4 stádiuma van, 1, 2, 3, 4, illetve megelőzi egy rákmegelőző állapot. Mit jelent a rákmegelőző állapot? Az azt jelenti, hogy semmilyen vizualizációs technikával, sőt, még a doktor, hogyha benéz a szájüregünkben, akkor se látja, hogy ott lenne valamilyen elváltozás. A rákmegelőző állapot még csak sejt szinten, molekuláris szinten indul el a változás. És ezek a biomarkerek,
úgymond, vagy jelzőgének képesek arra, hogy jelezzenek már sejt szinten. Ez azt jelenti, hogyha már valami a rákmegelőző állapotban valami folyamat elindult, de ezt még vizuálisan nem lehet látni, és sem a doktor, semmilyen, ugye a vizualizáció alatt értem a PET-CT-t például, vagy az MRI-t, vagy a CT-t, vagy a topográfiás vizsgálatokat, egyszerűen ezekkel sem lehet látni. És lépjük egyet. Igen, hogy onnan is indult ez az egész ötlet, ez Amerikából David Wong és kutató csoportja tételezte fel azt, hogy a nyálban, ugye a nyál ez egy olyan anyag a szájüregben, ami az egész szájüreggel érintkezik. Szóval azokkal a területekkel is, amit például az orvos nem lát, vagy akár még a citológiával sem lehet meghatározni. És az volt az alapötlet, hogy a nyálba ezek a gének, amik megváltoznak a daganat hatására, kibocsátódnak. És ugye, hogy miért jó egy sima nyálmintavétellel lesz kivitelezni, gondoljunk bele, hogy mennyire fájdalmas, amikor egy biopsziát, szövettant vesznek az adott már eleve gyulladt területből. Ez borzalmasan fájdalmas. Innen jött az ötlet, hogy valószínűleg már a nyálban is megjelennek azok a gének, amelyek a tumor hatására megváltoznak, vagy a daganat hatására. Egy nagyon precíz és pontos molekuláris biológiai technikával egyszerre több mint 700 gént, ilyen biomarkert vizsgáltak, és sikerült 7 olyan potenciális biomarkert azonosítaniuk, amikkel ugye ezt a szerb és amerikai populáción végezték el, amivel valószínűleg egy sokkal korábbi stádiumban kimutatható a szájüregi daganat. A mi kutatási célunk az volt, hogy ugyanezt a kísérletet elvégezzük a magyar pácienseken, és mivel égetően fontos lenne egy nagyon jó korai diagnózis, lévén az, hogy kevesebb mint 50% a túlélési arány, egy biomarker panellel egy sokkal korábbi stádiumban kimutatni a betegséget. Az alapötletünk adott volt, a hipotézisünk, és akkor hogyan is kell elképzelni egy kutatást? Ugye a hipotézis az, amit kb. Most 5 percen keresztül próbáltam elmagyarázni, ez volt az alapötlet. Amikor megvan az alapötlet, akkor körbejárjuk, hogy mit is hogyan kell megcsinálni, mik azok a molekuláris biológiai technikák, amivel én a célkitűzésemet el tudom érni. Mindezt úgy, hogy nagyon költséghatékony legyen, gyors és kivitelezhető. Amikor ez megvan, ugye, akkor beválogattuk a pácienseket, köztük voltam én is, mint kontrollminta, felállítottuk a kísérleti tervet, elkezdtük gyűjteni a mintákat, és utána elvégeztük, ezeket úgy hívjuk, hogy génexpressziós vizsgálatok, ami azt jelenti, hogy én valós időben ezzel a géppel, például ez egy kvantitatív polimeráz ráncreakciót végrehajtó masina, ami azt jelenti, hogy én valós időben szemmel tudom követni, hogy egy adott mintában a különböző géneknek a szintje hogyan változik. És amikor megvoltak ezek a mérések, akkor ugye feldolgoztuk az adatokat, azokat kiértékeltük, és próbáltunk konklúziót vonni. És az első fázisban úgymond, mi olyan eredményeket kaptunk, ami teljesen szembe ment az amerikai kutatócsoportéval, ami azt jelenti, hogy ezek a biomarkerek, ez a 7 biomarker panel, ami különböző sejt szignál folyamatokban, illetve sejtciklus folyamatokban játszanak főként szerepet, illetve gyulladási folyamatokban, az idős kontrollpáciensben ugye mindig kell valamihez viszonyítani. Ugye mi a viszonyítási alapunk? Mindig egy kontrollcsoport. A kontrollcsoport azt jelenti, hogy semmilyen szinten nem áll fent a tumornak, vagy a daganatnak a lehetősége sem. Ezeket tényleg diagnózis alapján gyűjtöttük be, és így kategorizáltuk a különböző pácienseket. Viszont azt az eredményt kaptuk, hogy az idős kontrollpáciensben sokkal magasabb volt ezeknek a géneknek a szintje. Ugye hogyan is kell, ez egy vizuális az egész génexpressziós mérésnek a vizualizációja, és azt úgy kell elképzelni, hogy egy adott szervezetben mondjuk adjunk számot, és nevezzük el a gént A-nak, az adott gén, ami A, a szintje az 3, egy egészséges emberben. Ez a gén, hogyha elindul valamilyen rákos folyamat, akkor ez folyamatosan növekszik. És ahogy előre halad a stádium,
ennek a génnek a szintje úgy növekszik, és akkor a végén lesz mondjuk 5, 7 vagy 10. Ugye ezekre kihallott már a tumormarker vizsgálatokról. Ezek pontosan, igen, ezek pontosan arra valók, hogy az adott génnek a szintjét nyomon tudják követni. Ezek nagyon hasonlóak, mint a biomarkerek. Igazából a tumormarkerek azok a biomarkerekből összeállított és validált gének, amik tényleg a rák hatására vagy a betegség hatására megváltoznak. Szóval mi kaptunk egy teljesen, totálisan ellentétes eredményt, és elkezdtünk gondolkozni, hogy hogyan lehet ez. Lehet-e technikai hiba, emberi hiba, a mérési hiba, minden egyéb dolgot körbejártunk, és végén arra jutottunk, hogy valószínűleg a szájhigiéniás állapot az nagyban befolyásolja ezeknek a géneknek a kifejeződését. Ez mit is jelent? Ugye a szájhigiénia, főleg a fogmosás, a fogápolás, a különböző. Ha megnézzük itt, nem tudom mennyire látszik, szerintem semennyire, vannak különböző értékek, amit a fogorvosok rögzítenek, amikor egy check-upot csinálnak mondjuk a szájüregbe. Ez azt jelenti, hogy megnézik, hogy hány lyukas foga van az illetőnek, mennyire plakkosodik, ugye a baktériumok az ínk közé és a fog közé hogyan rakódnak be, amíg fogínyvérzést például, ez a gingival vagy fogínyindex, vérzést indukálnak, illetve mennyi a hiányzó, illetve a tömött fog. És ha megnézzük, hogy miért is van ez itt az ábra, akkor azt lehet látni, hogy a szájhigiéniás állapot a tumoros, illetve az idős kontrollpáciensekben szinte ugyanaz. És miért fontos, hogy idős, miért nem fiatal? Azért, mert ezek a szájüregi daganatok főleg az idős kontroll, vagyis az idősebb korosztályt érintik. Ez azt jelenti, hogy mondjuk 40 plusz felett. Persze nem jelent az, hogy nem lehet 40 alatt is valakinek, és ez főleg férfiakat érintő betegség. És hogy bizonyítsuk a hipotézisünket, úgy döntöttünk, hogy bevonunk egy fiatal kontrollcsoportot is. Ez azt jelenti, hogy például az én hallgatóim, akik nálam végezték a biokémia gyakorlatot, megkértem, hogy adjanak nekem persze az írásos engedélyükkel mintát. Nekik sokkal jobb volt a szájhigiéniás állapotuk és a különböző indexek, ahogy látszik, ami közeled az X-tengelyhez közelít, az a sokkal jobb érték. És amikor újra kezdtük el a méréseket, mert az egész mérési sorozatot meg kellett ismételni, akkor még volt egy feltevésünk, hogy biztosan a hipotézisünket meg tudjuk biztosítani. Van egy olyan gén a szervezetünkben, ez a tumornekrózis faktor alfa, ami specifikusan csak tényleg a gyulladási folyamatokban játszik szerepet, és a gyulladási folyamatok hatására az ugrásszerűen megnő a szervezetbe. Lemértük ezeket a mintákat, és tényleg abszolút nem látható a mintán, de az azt jelenti, hogy a fiatal kontrollcsoportban szinte nulla volt azoknak a pácienseknek a száma, akiknél ezeket a géneket lehetett detektálni, de a tumoros és az idős kontrollpáciensekben szinte azonos volt a szintje. És mikor újra elkezdtük a méréseket, szinte az összes gén esetében kijött a különbség a fiatal kontrollcsoport és a tumoros kontrollcsoport között. De sajnos ezzel az a probléma, hogy az at-risk vagy a kockázati csoport, az pontosan az idős kontrollcsoport. Hogy mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy sajnos a magyar populáción ezeket a korábban már validált, az amerikai kutatócsoport által validált biomarkereket nem lehet használni, mert egyszerűen nem tudja elválasztani ez a biomarker panel az idős kontrollt, illetve a tumoros csoportot a magyar populáció esetében. És ez sem fog látszani. A hipotézisünk az 2016-ban nem egy független, teljesen független kutatócsoporttól, Amerikából, szintén Texasból olyan bizonyítást nyert, mert ők is mondjuk, ők specifikusan a krónikus fogínyvérzés vagy periodontitis, krónikus periodontitis esetében ugyanazt tapasztalták, amit mi a magyar páciensek esetében, hogy egyszerűen nem lehet ezeket a géneket használni a betegség egy sokkal korábbi stádiumnak a meghatározásában. És volt még egy ötlet, ami ugye, én mondtam, hogy ez egy kollaboráció volt, ez azt jelenti, hogy
A fogászati tanszék, a genomika tanszék, ahol én is voltam, illetve a fehérje kutató csoport együtt dolgozott, és a fehérje kutató csoport talált egy olyan fehérjét, aminek az expresszió szintje, tényleg a kifejeződése szintje, az baromi magas volt. Ugye mi is az információ áradat a szervezetünkben, a szintek, DNS, RNS fehérje, de oda-vissza működik, szóval ez egy ilyen körforgás, hogy a fehérjéből vissza lehet RNS és fel DNS. És nem minden esetben, de hogyha fehérje szinten történik valami, akkor az megjelenik RNS szinten is. Ugye, hogy mi azért kezdtünk el RNS-sel dolgozni, és nem DNS-sel, mert az RNS, főleg a messenger RNS és a micro RNS, ez egy sokkal nagyobb felbontást, finomabb felbontást ad a géneknek a valós idejű változásának követésére. Azt tényleg úgy kell eldönteni, mintha egy sima újságlapot olvasnánk, aztán elővennénk egy nagyítót, és azzal kezdenénk olvasni. Ugye sokkal nagyobb lennének egyből a betűk. És volt egy ilyen fehérje, ez az IL-6, vagy interleukin 6, és arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha ezt megnézzünk messenger RNS szintjén is, hogy van-e a korreláció, az összefüggés, hogyha valami megváltozik fehérje szintjén, akkor RNS szintjén is. Lemértem az összes mintán, ez azt jelenti, hogy több száz mintán mértem le ennek a génnek a szintjét, és azt kaptuk, hogy egyszerűen a kontrollcsoportban szinte nem lehetett detektálni ennek a génnek a szintjét, de a tumoros páciensektől származó nyálmintákban igen. Ha, látszik, igen, itt van. Ez a kontrollcsoport, ez pedig a tumoros. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ez az interleukin 6 messenger RNS valószínűleg egy kombinációban használható lesz arra, hogy a betegséget egy sokkal korábbi stádiumban meghatározhassuk. És akkor egy kicsit, ugye ez volt az egyik része a kutatásomnak, a másik részét azt még sajnos nem tudom bemutatni, mert tényleg publikálás alatt van. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy honnan is jön a rák és a kialakulása. Ugye úgy nevezik, hogy genetikai eredetű betegség, de ezzel finoman kell bánni, mert ugye mit jelent, hogy genetikai eredetű betegség? Az azt jelenti, hogy mondjuk egy génnek a hibáját öröklöm és viszem tovább. Vannak olyan típusai a ráknak, például az emlődaganat esetében is, amikor tényleg azt lehet mondani, hogy genetikailag, szóval örökölhető. Viszont a rák inkább úgy mondják a tudósok, hogy a hajlamot tudjuk örökölni. Ugye nagyon sokan megkérdezik tőlem, hogy amikor jaj, veszélykelve jönnek oda, hogy a családban már nem tudja hány daganatos beteg volt, hogy örökölhető-e. Igen, a hajlam örökölhető, tényleg ott van 50-50%-ban, de nem biztos, hogy elő fog jönni. Ugye ez amikor konkrétan egy génnek a hibája okozza a rákos megbetegedéseket, ez körülbelül a 10%-a az összes daganatnak. A 20%-a az, ami különböző fertőzések által kiváltott, ugye olyanok, amit egyszerűen nem lehet elkerülni. Ez ilyen, mint például az Epstein-Barr vírus, vagy a humán papilloma vírus, ugye a méhnyakráknak az okozója. Annak is mondjuk, ez is érdekes, mert ugye a legtöbb törzse majdnem minden nőben ott van, de csupán két olyan törzse van, altörzse, a 16-os és a 18-as, ami bizonyítottan onkogén, azaz rákkeltő hatása van. Illetve a 70% azt úgy kategorizálják, hogy sporadikus eredetű, és azt jelenti, hogy mutációk által a szervezetben fellép egy epigenetikus változás, ez most gondolom nagyon kínaiul hangzott, ez azt jelenti, hogy különböző fizikai, biológiai vagy kémiai behatások által alakulnak ki a daganatok. Az egyik legjobb példa erre például a csernobili atomrobbanás, amit felszoktam hozni példának, ott ugye a nagyon magas sugárdózis miatt hogyan képzeljük el, ugye van a sejt, mindenki sütött már tükörtojást, igaz? A legszélén van az a kis perem, ami úgymond egy picit megégett, az a sejtmembrán, vagy sejtfal. A fehér rész, az a citoszol, a tudományos nevén, a sejt közötti tér, illetve van a sárgája, ami a sejtmag. Ugye abban van, a sejtmagban van a DNS-ünk, ami az örökítő anyagunk. Most például egy erős sugárzás esetében,
A sugárzás végigmegy, képes elnyelni a szervezetünk, keresztül megy az összes szüveten, az összes sejten például, és a sejtmagban lévő DNS-ben okoz egy törést. És ugye, mivel vannak ilyen elmenekülő mechanizmusok, ha hívhatom így, így ezek a sejtek, normál esetben, hogyha a szervezet észreveszi, hogy van egy hiba, van egy olyan óriási végzetes hiba, amit ő nem tud kijavítani a különböző repair vagy hibajavító mechanizmusokon keresztül, akkor azt mondja neki, hogy szó szerint, hogy te meg fogsz halni, ezt úgy hívjuk, hogy apoptózis vagy sejthalál, ilyenkor felcímkézi a szervezet, és azt mondja, hogy tényleg te öld meg magad, és akkor a sejt megöli magát. Viszont a rákos sejtek képesek ezeket kikerülni. És ugye miért is nehéz úgymond küzdeni a rák ellen? Pontosan azért, mivel a saját sejtünkről van szó, így a szervezet, az immunrendszerünk nem képes testigennek felvenni. Ugye az immunrendszerünk az úgy működik, mintha tényleg több különböző alegysége lenne a rendőrségnek, különböző járőrök, tekesek, vagy így tovább, akik mindig mennek, és a szervezetünket lecsekkolják. Tényleg úgy, mintha képzeljük el, hogy a makrofágok vannak ott, a dendritikus sejtek, és mindig letapogatják, hogy a szervezetben minden rendben ez. Ha találnak egy testidegen anyagot, akkor leellenőrzik, és ha van egy memóriájuk ezeknek a sejteknek, és azt mondja, hogy te nem vagy nekem ismerős, te idegen vagy, akkor azonnal megüli. Viszont ugye a rákos sejtek hiába megváltoztak, és hiába változott meg az anyagcseréjük, vagy akár mondjuk a formájuk is, akkor is a saját sejtünk marad. Ezért nem tudja a saját immunrendszerünk például elpusztítani. Vannak esetek, amikor jól működik ellene, a legtöbb esetben sajnos nem tudja, nem képes elpusztítani. Nem, mostanában én egyre jobban, ugye van egy hivatalos oldalom a Facebookon, és csináltam egy olyan felhívást, mert nagyon-nagyon kíváncsi voltam, hogy van-e olyan, ugye, mikor mondjuk azt, hogy valaki gyógyult? Azt mondjuk, hogyha akármilyen beavatkozás történt, akár sugárterápia, ugye az első lehetőség a sebészeti eltávolítás, második a sugárterápia, a harmadik a kemoterápia, illetve most már kialakuló félben van úgymond az antitest terápia is. Ha ezeken túlesett, és a páciens 5 évet tünetmentes, akkor gyógyultnak minősül. És kíváncsi voltam arra, hogy van-e olyan, aki megosztaná velem a történetét, hogy mi ment keresztül, és hogy hogyan élte meg mondjuk ezeket a kezeléseket, de főleg a lelki hátterére voltam kíváncsi. Én amondó vagyok, hogy a legtöbb betegségnek, főleg a ráknak, az eredete az lelki eredetű. És egyre jobban kezdik bizonyítani azt is, amit én hiszek, hogy tényleg az ember, hogyha nincs, ugye ez a kép sorozat, ez pontosan arról szól, hogy hogyan lehet megelőzni, hogyan lehet ellene tenni, nem csak a ráknak, hanem az összes betegségnek. Esetemben ugye a szájüregi daganatok esetében ugye a jobb szájhigiéniás állapot, az valószínűleg sokkal jobb, vagy sokkal nagyobb százalékban védi meg esetleg mondjuk a daganatoknak a kialakulását, illetve mondjuk az alkohol, az erős szeszes italoknak a kerülése, illetve a dohányzásnak a kerülése. És a második képen én vagyok, edzés közben. Ez a kép, ezt talán annyit tudnék mondani, hogy épp testben, épp lélek. Hogyha lelkileg nem vagyunk jól, lehetünk fizikailag erősek, akkor is megborul az egyensúly. És fordítva is ugyanez igaz. És ennyire fontos az, hogy az egyensúlyt próbáljuk fenntartani, illetve mondjuk nekem is van egy káros szenvedélyem, én is dohányzom, de próbálom ezzel például ellensúlyozni a hatását. Ugye táplálkozás. Nem egy egyszerű dolog manapság azt mondani, hogy lehet vele dobálózni, hogy táplálkozunk helyesen. Nekem azt mondta a mikrobiológia professzorom, hogy ha helyesen szeretnénk táplálkozni, vagy úgy, hogy minden veszélyforrást elkerülnénk, akkor 2 héten belül meghalnánk. Egyszerűen nem lehet. Oda lehet figyelni tényleg, hogy milyen minőségi és mennyiségű ételt viszünk be a szervezetbe, illetve a legfontosabb dolog, ugye esetünkben, ugye elmenni az orvoshoz. Minden betegség esetében nagyon fontos az, hogy
elmenjünk, bátrak legyünk, menjünk el az orvoshoz. Hogy miért, miért is fontos, főleg a rák esetében, hogyha már valaki olyan stádiumban megy el az orvoshoz, amikor már tényleg harmad vagy negyedik stádiumban van, egyszerűen nem tudnak vele mit kezdeni. Akkorra már a daganat mérete, ugye a különböző stádiumokban egyre magasabb, vagy egyre nagyobb a daganatoknak a mérete, és akár mondjuk már egy szövetet is képezhetnek, vagy egy aggregációt az adott szervben, vagy szövetben. Egyszerűen nem tudnak beavatkozni. Ha időben elmegyünk, akkor már lehet, hogy mondjuk egy egyszerű szikével tényleg megvágja az orvos, el tudják távolítani a hibás szövetet, vagy hibás sejteket, és túlili. De ha nagyon-nagyon elhúzzuk a betegséget, és azt mondjuk, hogy majd ráér, és nem foglalkozok vele, azt tudni kell, hogyha a szervezet valamit jelez, akkor óriási hiba van. Ha egyszer például mondjuk leesik a vérnyomásom, összeesek, oké, lehet egy pillanatnyi állapot, de mondjuk ez már megismétlődik 3-4-szer, akkor már biztos, hogy valamilyen kardiovaszkuláris problémája van az illetőnek, például nekem. Olyankor tényleg el kell menni. Lehet azt is figyelembe kell venni, hogy oké, rendben, milyen volt az aktuális helyzet, szituáció, amikor az adott illető a fájdalmat átélte, vagy a probléma jelentkezett. Hogyha ez ismétlődésszerű, és főleg, hogyha folyamatos, akkor viszont oda kell menni az orvoshoz, és tényleg meg kell vizsgáltatni. És addig kell erőszakosnak lenni, nyugodtan lehet az orvossal is erőszakos lenni, míg meg nem vizsgálnak, és ki nem derítik, hogy mi lehet a probléma forrása. Én azt mondom, hogy ha van prevenció, ha van helyes megelőzés, ha van odafigyelés, akkor a daganatoknak a 70%-a megelőzhető. És ha nagyon odafigyelünk a lelki egyensúlyunkra, akkor még jobban.